Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát én most indultam Tatabányáról, a telephelyről, és akkor hívom Zolit, ő meg majd elmondja, hogy merre jár. Ja, úgy látom, Hornyák Csabi hív. Jó napot kívánok! Szia Zoli, Csabi vagyok. Bár ezt gondolom sejtetted, mert kiírta a nevemet, ha minden igaz. Igen, igen. Na, erre jár. Én már nézőknek elmondtam, hogy most indultam Tatabányáról a telephelyről. És te? Én meg Csehországba járok éppen. Egy ilyen kerülő úton, mert útfelújítás van, aztán terelés van. Megyek itt ilyen tökönbabon passzuljon keresztül. Mert eléggé... Hát... Annyira nem rossz minőségű, mint amilyen a 13-as volt otthon. Vagy még olyan is. Ott a autópálya kisbér közötti szakaszt, azt még nem újították fel, ugye? Nem, már arról már beszéltem én is külön videóban, hogy milyen kritikus állapotban van. És egy néző írta egyébként oda a videóhoz, hogy fantasztikus, hogy ilyen utak vannak. Miközben a tavalyi útdíjból befolyt összeg az eddigi legtöbb volt, tehát nem tudom hány százalékkal nőtt a megelőző évekhez képest. Na mindegy, és akkor erre írtam azt, hogy nem nagyon forgattak abba az útba vissza. Nyilván máshova igen, de oda nem. Na mindegy. Hát én most pontos számot nem tudok, van a közútnál egy ismerős, aki úgy nagyjából rálát a dolgokra, és akkor őnek is mondtam, hogy hát hogy a bánatban létezik ez, hogy nem is tudom, 100 milliárdokat szednek be autópálya díjat, meg aztán azon kívül még állítólag az üzemanyagból is van valami, ami az út alapba kéne, hogy menjen, és akkor hát mondja, hogy jó, oké, igen, mit tudom én, befolyik 50 milliárd forint, és abból a közút megkap, most hasamra ütök, 8 milliárdot. Arra, hogy ő fenntartsa saját magát, kifizesse a dolgozóit, a gépeket fenntartsa, meg a télen a hóeltakarítást csinálják, meg stb. Meg aztán javítsák az utakat. Úgyhogy annak egy töredéke, a befolyt összegnek egy töredéke megy a közúthoz, útfenntartásra, meg egyébre, úgyhogy ezt hagyjuk is. A többi az meg megy a feneketlen zsákba, tudod, bele a nagy költségvetési zsákba. Na mindegy, hagyjuk. Van kellemes témánk is, ha jól tudom. Mi van, kellemes? Hát kellemesebb témánk is van. Mára. Na ja, igen. Igen, hát arról volt szó, hogy nosztalgiázni fogunk, úgyhogy nosztalgiázzál, légy szíves. Az én memóriám az már nem a régi. Én annyira emlékszem, hogy 2012. január 1-jével indult a YouTube csatornám, ami aztán úgy egyre jobban kezdett népszerű lenni. És aztán annak idején ugye Facebookot is bújtam, csináltam, és hát én boldog-boldogtalant visszaigazoltam, aki engem megjelölt ismerősnek, és hát köztük voltál te is. Aztán hogy is alakult ez tovább? Hát, néztem, képzeld el, tényleg nosztalgiáztam otthon egy kicsit, mert ugye, ami az interneten megjelent, ugye az mondják, hogy örökké ott is van, hát ez tényleg így van. Én egészen visszatekertem a sok-sok évet így a Facebook Messengeren, és hát egészen 2013. szeptember 30-áig, akkor történt közöttünk a legelső üzenetváltás, magyarán mondva, akkor volt a kapcsolatfelvétel, ha szabad ezt így mondani, vagy így fogalmazni. És hát akkor én rád írtam, hogyha egyszer akkor ugye még a Waberers-es korszakodat élted, és hát ugye a videódból kiderült, hogy rengetegszer mész el itt Tatabányánál az M1-es autópályán, és hát rád írtam, hogyha egyszer erre jársz, és úgy van időd, akkor üzenjél nekem. Közben mondom a nézőknek, hogy itt azért van most ekkora sor, mert
építik azt a vízvezetéket Tata felé, amiről már Zolival a korábbi videóban meséltünk, és ugye egyik sáv meg van fogva, plusz még az M1-es autópályán baleset is van, úgyhogy nem azt mondom, hogy ide van terelve a forgalom, de aki egy kicsit előbbre látó és ránéz a térképre, az valószínűleg ugye, ahogy látható, kicsikén lejött. Na, szóval visszakanyarodva akkor, rád írtam, hogyha esetleg erre jössz és van időd, akkor én egy kávéra meghívnálak, hiszen ott a M1-esen, itt a panoráma pihenőhelyen, ott van egy ilyen Budapest felé vezető úton, vagy a oldalon egy ilyen vendéglátó egység, tök mindegy milyen irányból jössz, ugye át lehet menni gyalogosan a másik oldalra, úgyhogy ha Győrbe vagy Budapest felé mész, akkor teljesen jók vagyunk. És te másnap válaszoltál erre, hogy valami olyasmit, hogy adjam meg a telefonszámon, és akkor egyszer majd biztosan a szavamon fogsz fogni. Úgyhogy így indult ez az egész. És hát aztán egyszer szavamon is fogtál. Ugye akkor én még a vállalkozó korszakomat éltem, úgymond nem volt olyan kötött a munkaidőm. És akkor tényleg rám írtál, hogy nem is tudom mennyi időn múlva te érkezel. Az az emlék már nincs meg, hogy te most jöttél valahonnan, vagy akkor indult a Hegyeshalom felé. Az már úgy nincs meg. Beírtad, hogy te most jössz, én meg visszaírtam, hogy jó van, akkor kb. Mikor, és akkor én megyek fel az autópályára. És akkor meg volt az első nagy találkozás. Ja, most akkor én hata felé jöttem valahonnan, mert nekem ez így megvan az emlékeimben, hogy hazafelé jöttem, és arra emlékszem, hogy mentem le az autópályáról, te meg ott ugrabugráltál a fényképezőgépeddel, aztán csináltad a mindenféle fényképeket, ahogy én álltam be oda a parkolóba, és aztán bementünk az étterembe, ott beszélgettünk, kávéztunk, meg mikor mentem el, akkor is ott fényképezkedtél, úgyhogy erre emlékszem, aztán utána már nem tudom a sorrendet, hogy volt időrendben, de amikor Zsoltival mentünk kifelé, ugye akkor előkerült itt a csatornán a hozzászólások között, hogy jó lenne, ha vennék egy GoPro kamerát, mert hogy annak szélesebb a látószöge, meg jobb a minőség, meg stb. És akkor te felajánlottad, hogy neked van egy eladó GoPro-d, és hogy azt te részletletagadásra nekem eladnád, hogyha engem érdekel. Igen, az első tali után még... Szerintem találkoztunk többször, mert nekem az a GoPro ugye az úgy lett, hogy én vásároltam egyet magamnak, a feleségemtől meg kaptam egyet karácsonyra. Szóval, hogy így lett ugye kettő darab, úgyhogy ugye te is vadonatújat kaptál, meg minden. És ja, ha jól emlékszem, úgy volt, hogy én odaadtam neked, hogy próbáld ki, aztán, hogyha beválik, akkor kifizeted majd. Szóval, hogy de addigra már szerintem mi többször találkoztunk ilyen jövetmenet dolgon, és hát ugye akkor még megemlítem azt, hogy nekem akkor még szó nem volt arról, hogy én majd egyszer kamionozni fogok, mert igazából te meg a Pepe barátom volt az a, ha vicces akarok lenni, az a galád ember, aki megfertőztetek annyira, hogy én utána megcsináljam a jogsit, és egyébként feladjam azt a, hát kívülről nézve egy viszonylag kényelmes életet azért a mostanihoz képest, de mondjuk nem bántam meg, mert látod, hogy egyszer ezt abba hagytam, de aztán megint visszahozott így a dolog, mert így vezetni, meg így ezt az egészet így szeretem, azt a fajta munkát, amit így mostanában csinálok. Na ja, és akkor én úgy emlékszem, hogy ha jól rémlik, akkor 70 ezer forintot kértél te azért a szerkezetért, amit 112
hát talán videó is készült róla. Így, hogy mondom, tényleg ez így. Így van, tényleg a Nikinek a férjével. Igen. Azt a... ez így meg se volt. Igen, mert azt hiszem még ő sem látott belülről kamiont, meg minden, úgyhogy ő is így kíváncsi volt, és ott volt a nagy lehetőség. Ja. Így van. És aztán onnantól már GoPro-s felvételek készültek a videóban, és ha jól emlékszem, kifizettem azt a kamerát, úgyhogy nem tagadtam le a fizetést. Ugye? Jól ja, emlékszem. Nem. Ökszer különbsége volt az én, hogy is mondjam, csatorna támogatásom, akkor ugye másabb anyagi körülmények között éltünk. Úgyhogy egyébként sem fordult meg a fejembe az, hogy te most azt le fogod nyúlni, meg nem fizeted ki, meg ilyenek. Úgyhogy azt úgy szívesen adtam. És akkor úgy emlékszem, volt egy olyan eset is, amikor valahol Fertődön, vagy nem is tudom hol, cseréltünk egy kollégával. Feljött céges személyautóval, Waberes-es személyautóval, ő odajött, és akkor én ott kipakoltam a motyómat be a céges személyautóba, azt mentem hazafelé, és akkor is útba ejtettelek ott a Tatabányán. Zeno, itt fogja kinyitni, menj oda, ott a Zoli. Nem? Jó napot, Zé ügynök! Hát, jó napot kívánok, ügynök úr! Aztán, ugye... volt a születésnapom novemberben, ez nem tudom, 14-ben lehetett talán? Már nem emlékszem pontosan, akkor... Ja, vagyok, már én is. Akkor... csak azt, hogy neki. Szövetkeztetek a feleségemmel, ha jól tudom. És igen, akkor, igen. És akkor meglepetésszerűen egyszer csak megjelentetek ott az ajtóba egy tortával. Ha jól emlékszem, tehát egy Waberes-es kamion volt. Nem. Ja, hát nem emlékszem. Hát Csabikám, vagy nem tudom már mi volt. Már bocsáss meg nekem, de nem emlékszem. Na, egy GoPro-s tortával, egy GoPro alapú tortával, és azt hiszem, tehát úgy volt rajta a tetején, hogy kamionos videók. Aha. Személyre szabad. Az emlékeinkben. De aztán utána meg mi leptünk meg téged születésnapodon. Igen. Akkor ti szövetkeztetek a hátam mögött az én feleségemmel. Igen, az Andival. Ugye akkor családos. Már egy gyerekekkel együtt letámadtunk benneteket. Igen, arról is van emlékképen, hogy... akkor még volt szobabiciklink, amit Andi használt, és még, hú, már nem is tudom, talán a Tomi. Tomi nagyon tekerte azt, ha jól emlékszem. Az ott tetszett neki. Ott volt úgy a sarokban a szekrény mögött, vagy mellett, hogy nem tudom, hogy van-e még így emléked róla. Ja, úgyhogy így elkezdtünk találkozgatni. Aztán olyan is volt, hogy mikor a... Lajkó Ferék hazajöttek, és akkor nem is tudom, ők valahogy házat béreltek, vagy rokoné volt a ház, nem is tudom, de Balatonon találkoztunk akkor így hárman, illetve hát úgy hárman, hogy plusz család, mind a hármunk részéről. Arra emlékszel?
Igen, igen, ez így van. Így van, ez most évszámot meg nem mondom, nem tudok évszámot mondani. De ugye itt menet közben így a videó kapcsán elég sok ismeretségre tettem szert, így szerte a világon mondhatni. És ugye Lajkó Ferivel is összeismerkedtünk, aki ott Londonban élt. És aztán történt az eset, hogy mi lent voltunk Balatonon a gyerekekkel, asszonypajtással, és a Lajkó Feriék is ott voltak Balaton, hát nem ott közvetlen a parton, hanem Balaton környékén egy településen béreltek egy házat, egy hétre vagy kettőre, csoda tudja. Na mindegy, és akkor ti is lejöttetek oda Balaton Füredre, ott csavarogtunk egyet a Balaton parton, meg fagyiztunk, meg nem tudom én, mit csináltunk. Dobáltuk a kacsákat, és aztán elmentünk Lajkóékat meglátogatni, ugyebár ott össznépien, és akkor ott te kipróbáltad Lajkó Ferinek a jobb kormányos Volvóját. Ott így igaz. Gyakoroltattad velünk a halálfélelmet. Nem igaz. De igen, érdekes volt. Feri meg vakmerő, hogy csak úgy azt a értékes autót így odaadta, hiszen én személyesen amúgy akkor találkoztam vele először. Aztán utána később ők is voltak nálunk, ha jól emlékszem, ők is meglátogattak. Lehet, hogy pont azon a nyáron, mikor visszafele mentek, vagy amikor még oda, mikor jöttek haza, arra már nem emlékszem, vagy hogy egyáltalán abban az évben volt, akkor még a kislánya is elég kicsike volt. Hát a mostani fotókon meg már ugye elég nagy. Úgyhogy eltelt azóta. Hát igen. És hát aztán azóta is, ahogy van rá lehetőség, akkor azért összefutunk, ugyebár megcsináltad a kamionos jogosítványt, a CE kategóriát, meg a hozzátartozó mindent, és aztán volt szerencsénk, hát nem is tudom, hány alkalommal futottunk össze kamionnal. Egyre emlékszem, az biztos, hogy a Szentpölteni parkolóban találkoztunk. Mindjárt az első hivatalos kamionos utamon, ugye kifele menet, akkor Lalával mentünk, így van, és mindjárt akkor már találkoztunk is, úgyhogy elég hamar megesett. Az a találkozás, hogy én nekem jogosítványom van, és már úgy is találkozunk. Aztán már, mikor én külön mentem, ugye, amikor a Carbonex-től a Scania-val, akkor is valahol Ausztriában találkoztunk, vagy Németországban? Az most így nincs meg. Ausztriában az volt ott Szentpölternél, meg azt hiszem Igen, az a fotó. Az, amivel ugye most ezt a sorozatot így, ami a borítóképen mindig szerepel, ahogy itt össze vagyunk borulva, aztán belevigyorgunk a GoPro-ba. Igen, akkor készül. Így van. Aztán már találkoztunk ezzel a munkával is, már mikor ugye ezzel a Renault-val voltam. Meg hát azért úgy meg, hogy a nem kamionos élményből kifolyólag meg úgy is többször találkoztunk, tehát azt megelőzően pont ugye te jöttél velem el megnézni, mikor keresgéltem ezt az elektromos kis autót. Az nem is volt olyan nagyon-nagyon régen, akkor téged kértelek meg, hiszen te nem laktál onnan messze, és ha megvettem volna, akkor ugye az lett volna, hogy két autóval jövünk haza, és nagyon úgy volt, hogy meg is veszem. És te éppen itthon voltál, és áldoztál a szabadidődből rám. Hogyha nézi az illető, kedves néző, aki arra volt kíváncsi, hogy miféle barátságban vagyunk mi, meg hogy szoktuk-e egymást meglátogatni, meg ilyesmi. Hát azt nem mondom, hogy igen sűrűn összejárunk, mert azért Budapest-Tatabánya az egy bizonyos távolságra van egymástól, meg hát ugye a munkánk miatt sem biztos, hogy mindig össze tudunk futni, de amikor volt rá lehetőség,
úgy adódott, akkor azért kerestük egymást is. És hát én azt mondom, hogy mondhatjuk azt, hogy barátok vagyunk. Ugye? Legalábbis én úgy érzem. Igen. Én mindenféleképpen. Én azt tudom, hogy te nekem nagyon sokat segítettél. Közben pont itt megyek el M1-esen, itt a DriveCamp mellett, ugye van ez a vezetéstechnikai oktatópálya. Itt is találkoztunk egyszer, emlékszel? Itt is volt egy közös programunk. Na igen, na és visszatérve, nekem van egy gázfőzőm, amit tőled kaptam. Van egy holtérfigyelő, ez a... Jaj, mi ez a... Milyen tükörnek mondják ezt? Freshner lencse, bocsánat, igen, amit most tényleg nem tettem föl erre az autóra, de föl is teszem, mert megvan. Ugye amikor én elkezdtem úgy egyedül dolgozni, akkor hát szerintem mint mindenki, hát az ember nem nagyon sok mindent tud erről az egészről, főleg egy olyan ember, mint én, aki nem olyan családból jött, hogy gépjármű vezető volt akár az apukája, vagy nagypapája, vagy szóval én totál kívülálló voltam. Ebben én tényleg azt, annyit tudtam, amennyit így a videókban láttam, úgyhogy a elején is eléggé úgymond a szárnyad alá vettél, te is, meg a Pepe is, tehát bármi kérdésem volt, mindig fordulhattam telefonon is hozzátok. Annak idején nagy segítség volt a Zello is, ahol nagyon sokan ott voltak így kollégák, és ők is mindig mondták. Emlékszem, amikor Lengyelországba kellett mennem, és az Istenért nem tudta a navigáció sem megtervezni az utat. Rendesen ott Szlovákia, meg Csehországon keresztül, és akkor az pont Zellóról jött meg az info, hogy ott át kell állítani buszra, mert ott a tengelyterhelések miatt nem úgy tervez. Tehát a világ vége fele akart engem elvinni. Meg ugye akkor én még mindig új autókkal mentem, szinte két hetenként kellett megvásárolnom ezeket a útdíjfizetőkütyüket, ott is mindig nagy segítséget kaptam, úgyhogy neked is hálás vagyok, ugyanúgy, mint tényleg még Pepét emelem ki rajtad kívül. Meg hát az Ellon nagyon sok kollégát is. Na hát azt hiszem, hogy elérkeztünk napjainkig, ugye? Nagyjából. Igen, most, hogy mondtad ezt a Driver Campet, nekem akkor ugrott le, hogy igen, ott is találkoztunk. Hallgat Peti barátom volt ott, ugye, meg a Zellóról a Mektor és az ő lánya. Igen. Meg a fia is, talán? A fia is ott volt, és... Kuriózum, de ott volt az a kollégám, akivel én itt dolgozok együtt a jelenlegi munkahelyemen. Ő akkor csinálta a jogosítványát, aztán ugye beszélgettem vele, én annak idén veled is találkozott, és akkor így a beszélgetések kapcsán kiderült, hogy mi már akkor korábban találkoztunk, úgyhogy ő meg azóta is itt dolgozik. Csak hogy milyen kicsi a világ, hogy így aztán összetalálkoztunk itt a cégnél. Kicsi a világ, sok a kamionsofőr, és akkor így azért csak-csak összefutunk mindig valahol. Igen. Annyira meg nem nagy a világ, hogy ne tudnánk mindig megoldani ezt a találkozást. Meg így a nézőknek elárulhatjuk azt, hogy ugye a Google térképnek van egy olyan szolgáltatása, hogy egymás helyzetét meg tudjuk osztani így a nagyvilágban. És ugye annak idején is, mikor Ausztriába találkoztunk, meg most is, amikor ott Komárom közelébe lettem rád figyelmes, aznap én este viszonylag később indultam, 6 óra környékén, hogy előtte nem beszéltünk, mert azt is elmondhatjuk, hogy szinte majdnem minden nap beszélünk mi telefonon. Hogy így megvan osztva egymással a helyzetünk, és hogy nagyjából tudjuk mindig, hogy ki mikor, merre, jár. Nem csak most, hanem ezt már régkultból is, és ez egy elég hasznos dolog.
Már csak azért is, mert hogy a családoddal is meg tudod osztani, és akkor úgy, ha ne adj Isten valami baj ér, akkor is megvan az utolsó pozíciót, hogy merre voltál. Jaja. Te így a videó itt kapcsán hány új ismerettségre tettél szert? Rengetegre. Mert főleg miután ugye elkezdtem belföldön dolgozni. Tehát már a Spárnál volt egy csomó olyan, hogy mentem, és az akkor záró átvételes rácok már fogadtak. Már azt mondták, hogy aj, de jó, hogy jöttem, már tök vártak, mert ugye látták a spáros videót, de már a korábbiakat is látták. Na én olyasmire gondolok, mint például a Futó Laci. Ugye, őt is videó kapcsán, akivel úgy valahogy közelebbi kapcsolatba is kerülték, hogy nem csak az, hogy találkozunk a rakodásnál, hanem mit tudom én, valahogy telefonon, messengeren, akárhogy itt tartjátok a kapcsolatot. Igen, a Lakival is napi kapcsolatban lettünk. Ővele úgy találkoztam, hogy akkor még nemzetköziztem, és ugye Románia felé valahova a határ mentén kellett kivennem, ott volt egy lerakom, és akkor másnap Debrecenbe rakottam, és akkor még talán Zellón vagy a Facebookon kiírtam, hogyha valaki Debrecen környékén, mert tudtam, hogy még aznap visszajövök, Debrecen környékén tudna valami jó helyet, ahol én megaludhatok, akkor az esetleg segíthetne. És a Laci egyébként annyira rendes volt, hogy ő jelentkezett, hogy ő debreceni, otthon is van ráér, és hogy ő bent Debrecen belvárosában mutatott egy tök jó helyet, el tudtam menni boltba, meg tényleg jó volt minden, és még ki is jött elém autóval, úgyhogy ment előttem, és akkor igazából csak követnem kellett, és hát Laci is egy olyan ember, hogy amikor sok-sok évvel ezelőtt ez megtörtént, akkor még ő se gondolta azt, hogy egyszer kamionozni fog. És hát már, amíg én pont ugye ezt az abbahagyós korszakomat éltem, ő addig megcsináltatta a jogosítványát, és hát bizony ő is már így a nemzetközi vizeken kamionozik, és vele is olyan jó lett azóta is a kapcsolat, hogy szinte napi hát telefonos kapcsolatban vagyunk. Találkoztam is vele, mert ő ráadásul már fölköltözött a párjával debreceni Győr környékére, úgyhogy közelebb is kerültünk egymáshoz. Aha. És azt képzeld el, nem tudom, beszéltél-e mostanában Ferivel, a Lajkó Ferivel, hogy ő is most csinálja az E-kategóriát. Na. És kamionsofőrként fog tevékenykedni, ha minden igaz. Jaj, Istenem, hát miért nem voltak jó neki az a londoni dolog? Hát... Vagy ott fog? Hogy fog? Vagy... Megfertőzted ők is? Nem. Itt hazajöttek Magyarországra, hazaköltöztek. Aztán most itt csinálja, de hát mondtam neki, de már mindegy is, ő is belátta, hogy butaságot csinál, mert Angliában állítólag, őneki ugye a C-kategória az megvan, és Angliában állítólag az E-kategóriát úgy lehet megcsinálni, hogy befizetsz, mit tudom én, 1500 fontot, vagy most nem tudom, mondtam egy számot, de valami X mennyiségű fontot be kell fizetni, és 5 napig jársz ilyen tanfolyamra, vezetés, mit tudom én, egyebek, utána vizsga, és ha sikeresen levizsgáztál, akkor megvan az E-kategóriád. Aha. Na most ez a lökött, ugye hazajött a család már tavaly nyáron, az a költöztek, de ő még kint bérelt valamit, mert ugye ott a cégüknél, ahol ő dolgozott, a karácsonyra elég jó kis bónuszokat szoktak osztogatni. A
aztán mondta, hogy azt azért nem akarja bent hagyni, úgyhogy ő még az évet kidolgozta kint Angliába, és úgy volt, hogy közben megcsinálja ezt az E-kategóriát. De aztán valami oknál fogva úgy gondolta, hogy hát ő mégse csinálja meg ott, hanem majd megcsinálja itthon Magyarországon. Na hát aztán itt meg azért annyira nem egyszerű, ugyebár. Meg... Hát ja, főleg már tudna csináltatta volna tényleg úgy, ahogy mondtad. Ja, úgyhogy... Úgyhogy... Itt Magyarországon 5 nap kiképzéssel alezredesnek lehet lenni, Angliában meg E-kategóriát meg lehet szerezni 5 nap tanfolyamban. Hát ez a különbség. Ilyen világot élünk. Mindegy, ez van. Ja igen, meg még így visszakanyarodva a közös dolgainkhoz. Ugye... Amikor elkezdődtek neked, hogy lettek ilyen intrók a videóid elején, azokat is mindig én csináltam. Ferivel meg úgy kerültem kapcsolatba, hogy amikor elkezdte ezt a kenyeres videózást, vagy a kenyérszállítós videókat készíteni, akkor csináltam neki intrót. És ha jól emlékszem, még én neveztem ebbe Bradmannek. Ugye, ha nem csalódok, vagy nem tévedek. Igen. Már... A intróba jelent meg. Igen, azokat a profi intrókat te csináltad, meg térképet ugye az intro után, hogy de tényleg, a térképeket is igen, mindig, igen. Abban a fuvarban éppen merre jártam, merre mentem, úgyhogy... Igen, ezt... és akkor azokat átköltik, és akkor én megcsináltam így a intro végén össze a térkép. Aztán rávettelek titeket egyéb hülyeségekre is, amik már nem érhetőek el a YouTube-on már nem vállalom, az is amúgy is egy másik csatornám volt, de már nem vállalom fel. Az volt a Csabidő. Emlékszel? Hogy nem emlékszem. Egy kis hülyéskedés. És arra rávettem Ferit is annak idején, és Angliából jelentett. Ha jól emlékszem, egy szupermenes fürdőköppenybe és egy rózsaszín esernyővel a feje fölött magát tartva, úgyhogy igen. Ja, hát szép idők voltak. Ja. Fiatalság, bolondság szokták mondani. Amit meg én küldtem neked Olaszországból, ahol azon a kis rugós hintán, vagy mi a túrón himbálózzok, és akkor ott... Ja, igen. Azt meg nem tetted ki, mert azt mondtad, hogy ekkora hülye nem lehetek. Igen, mert te már akkor ugye elég ismert voltál, és... Én csak óvtam a jó híredet. Aha. Ja. Na, látod, valaki törődik. Ez is. Ezzel a dologban is. Igen. Na meg amikor a születésnapodon ott voltunk, akkor is csináltunk egy ilyen Csabidő. Igen, akkor is, igen. Csabidő epizódot. Akkor csináltunk. Igen, meg egyszer meg egy olyan van, hogy te... Pestről küldtél. Videót is oda montíroztam még a videóba, akkor már emlékszem, hogy akkor Gartneres voltál, úgyhogy olyan volt, mintha ott állna melletted a kamion ott a fővárosi paneleknél. Na, jó, Csabikám, hát szerintem kiveséztük ezt a részét, aztán majd kitaláljuk, hogy mi legyen a következő Duma partiba. Jó van, hát ha küldenek a nézők valami témának való kérdést, és akkor tudjuk folytatni. Erről nehogy megfeledkezzek, hogy a kedves nézőknek, ha bármi kérdése fölmerül, vagy javaslata, témajavaslat, akkor senki ne tartsa magába, hanem írja meg
hozzászólásba, és akkor megbeszéljük azt is. Tudjuk-e mondani, hogy ugye én mindig úgy vágom meg a adásoknak a végét, hogy odaírom, hogy melyikünk csatornáján lesz a következő epizód, és hogy egy-két hét múlva, most már azt hiszem, hogy ez is szerepel a feliratba. Ezt meg azért is gondoltuk, ugye, hogy nem feltétlenül kell ezt így heti dologra erőltetni, mert ha van olyan téma, akkor csinálunk, ha meg nincs úgy mondani valónk, akkor meg nem csinálunk ilyen beszélgetést, mert ne legyen az, hogy olyan nagyon erőltetett a dolog. Úgyhogy majd látjuk, hogy lesz téma, aztán majd csináljuk a következőt. És nincs más hátra, mint hogy sikeres, boldog új évet kívánjunk a kedves nézőknek és mindenkinek. És jövőre se felejtsétek az örök igazságot. Ilyen marad az idő, hogyha nem változik. Boldog új évet!